Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntöm Katarzyna Ratajczyk Szova asszonyt, Lengyelország nagykövetség első beosztottját, politikai és gazdasági osztály vezetőjét, Mirek atyát, a lengyel önkéntesek vezetőjét, Kristóf atyát, Szalvatóriánus rend tagját, elődömet, önkormányzat képviselőit, kedves önkénteseket, kedves testvéreket, akik eljöttek erre az örömteli napra. Hála és a szeretet hozott bennünket ide össze, hiszen az a missziós szándék, amelyet a szalvatoriánus atyák indítottak, amelyben Helenka testvérünk is kivette részét, és itt kezdte ezt a missziós munkát, annak a gyümölcseit tapasztaljuk meg, és minden évben megrendezésre kerül ez a úgynevezett Helenka udvar, amelyben a fiatalok erősödnek hitükben, reményükben, szeretetükben, és mindig úgy ér véget, hogy jövőre folytatjuk, milyen jó volt együtt. És amikor ezt így kifejezésre juttatjuk, akkor hálát adunk a Jóistennek, és érdemes volt minden erőfeszítés, amelyet az ő ügyéért tettünk. Ez az alkalom arra is szolgál, hogy Kmiec Helena missziós testvérünkre, vértanúra emlékezzünk, és a Szent Mise után emléktábláját megszenteljük, és őrizzük emlékét, és ugyanakkor azt a lelkületet, szellemiséget, azt a tüzet, amit a mi lelkünkbe gyújtott, azt tudjuk tovább vinni, hogy semmiféle szándék és hatás el ne tudja oltani, amely Jézushoz közelebb segít és a hitünkben erősít. A Szent Mise áldozatot Mietz Helena missziós vértanú testvérünk lelki üdvéjért ajánljuk föl, és megköszönjük a Jóistennek mindazon kegyelmi javakat, amellyel bennünket gazdagított, és ilyen gondolatok nyomán most a bűnbánat tegye kedvessé lelkünket, hogy méltó módon vegyünk részt a Szent Mise áldozatban, évközi 15. vasárnapra készülve, és a falu napjának a jeles estéjén összegyűlve így tudjunk hálát adni a Jóistennek. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjünk! Istenünk, Te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Amacja Bétel papja ezt mondta Ámosznak. Látnok, menj el innem, menekülj Júda földjére. Ott tedd a kenyeredet, és ott profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szenté ez, és a királyság temploma. Ámosz így felelt Amaciának. Nem vagyok én proféta, sem profétának fia. Pásztor vagyok, és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr, menj profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiába jóságosan megajándékozott minket.
Őbennyel nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őben előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, egyesít minket, ami a mennyben és a földön van. Őbenne nyertük el mi is az örökséget, annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásából tesz. Szolgáljuk hát fölsége dicsőségére mi, akik korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért szent lélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hittetek benne. Ő a foglalója örökségünknek annak, hogy teljesen megváltva övéik legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a lelkedet! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus magához hívta a 12 és 2-esével, elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokot nem folytatjátok. Ha valamely helyiségben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzatok le lábatokról, tanú bizonyságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Helenak nagy neve sokak számára lehet ismerős. Többünknek vannak vele kapcsolatban személyes élményei és emlékei. Most abban a kivételes, megtisztelő és egyben nehéz helyzetben vagyok, hogy én mondhatom el ennek a nagyszerű lánynak a történetét. Helena 1991. február 9-én született Krakkóban. A dél-lengyelországi Libjonz városában nevelkedett, iskolai tanulmányait is itt végezte. 2 évvel az érettségi előtt Nagy-Britanniában tanult ösztöndíjjal, de otthoni tanulmányait is sikeresen befejezte.
A középiskolát követően vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott, de majd később légiutas kísérőként is dolgozott. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan a Glivicei Állami Zeneiskolában szólóénekesi órákat is vett. Csak úgy, mint többi talentumával, hangjával is igyekezett mindenek előtt Isten dicsőítését szolgálni. Egy alkalommal a wroclawi pályaudvaron evangelizált énekével. Gyakran és szívesen énekelt egyházi kórusokban, valamint fiatalok és gyerekek között is. 2012-ben került kapcsolatba a Salvator János atyák által vezetett Volontariat Missioni Salvator nevű önkéntes szervezettel, és még ebben az évben sor került első missziós útjára is, amikor négy másik önkéntessel részt vettek a kéthetes nyelvi táborunkon, ami ma már a Helenka udvara nevet viseli az ő emlékére. Feledhetetlen két hetet töltöttünk akkor együtt. Helena a kedvességével, közvetlenségével, odaadásával és mindig vidám természetével, valamint a belőle áradó mérhetetlen nagy szeretetével már az első találkozáskor belopta magát a szívünkbe. A következő év nyarán több lengyel fiatallal, valamint egy magyar önkéntessel részt vettek egy ifjúsági tábor lebonyolításában Temesváron, a Salvator János atyák által vezetett Jézus szíve plébánián. Szintén ebben az évben, 2013-ban, két hónapig Zambiában önkénteskedett, ahol utcagyerekeknek tanított írást, olvasást, angol nyelvet, illetve matematikát. Egy 2016-os interjúban így emlékezett vissza az ott töltött időre. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy ez a kivételes tapasztalat megváltoztatott engem, mint személyt, és megváltoztatta az életemet. Miután láttam, mennyire távol áll az élet Afrika szegény országaiban, attól a luxustól, amihez mi Európában hozzászoktunk, hazatérve egészen másképp néztem a világra. Megtanultam jobban értékelni azt, amin van, megtanultam hálát adni Istennek mindazért, amit nem kell nélkülöznöm a mindennapi életben, egészen apró dolgoknak is tudtam örülni. Helena úgy érezte, hogy bár a Zambiában eltöltött két hónap hosszú idő volt, mégsem volt elég ahhoz, hogy jobban megismerje az ottani kultúrát és a helyiek mentalitását, ezért egy hosszabb útra vágyott, ahol közelebbi kapcsolatokat alakíthat ki az emberekkel, hogy megismerje a szükségeiket, és ezáltal hatékonyabban tudjon segíteni nekik. 2017. január 8-án Helena álma valóra válni látszott, ugyanis másodmagával egy fél éves misszióra utazott a bolíviai Cochabambába, ahol egy lengyel apácák által vezetett árvaház felújításában és kibővítésében segítkeztek. Két héttel azonban a megérkezésük után betörtek a szálláshelyükre, ahol az egyik bandita rátámadt Helenára, aki az azonnali segítségnyújtás ellenére belehalt sérüléseibe. A fiatal, mindössze 26 éves Helena halála mélyen megrendített mindenkit, aki ismerte őt, vagy csak hallott, olvasott róla. Ugyanakkor a tragikus hírrel egy időben megjelentek az első tanúvallomások is. Barátai és ismerősei idézték fel emlékeiket a mindig vidám és tetrekész fiatal lányról, akire sokan vértanúként emlékeznek. Helena egész életében tudatosan kereste, hol tehet valami jót. Az emberek iránti figyelmessége és szeretete mély hitéletéből, valamint az Istennel való szoros kapcsolatából fakadt. Egy olyan valaki volt, akinek az emberek szerettek a közelében lenni. Helena nagyapjának testvére, a krakkói egyházmegye egykori segédpüspöke így emlékezik rá. Helena tanulta az evangéliumi életet, és minden nap tanúságot tett Jézus iránti szeretetéről, egészen véreontásáig. A Bolíviában történtek már most a jóság és a béke gyümölcseit termik sok ember szívében, olyanok között is, akik nem is ismerték, mégis siratják a halálát, mert megérintette őket példája, az evangélium iránti szeretete, áldozatkészsége. Helenka példakép lehet nem csak a fiatalok, de az idősebbek számára is. Most így apostolkodik. Vértanúságával evangelizál, és mindnyájunkat emlékeztet, hogy az evangélium iránti hűség és tanúságtétel nem csak a püspökök hivatása, de a világi hívőké is.
temetésén 2017. február 19-én mintegy 4000 ember vett részt. Andrzej Duda, lengyel köztársasági elnök, kreatív tevékenységéért, valamint a rászorulókért végzett szolgálatáért posztumusz aranyérdemkereszt kitüntetésben részesítette. Az akkori lengyel miniszterelnök a gyászoló családnak írt levelében így emlékezett meg az elhunyt Helenáról. Helenak megytől búcsúzva ma a jóság, az önzetlen segítőkészség és az őszinte felebaráti szeretet példaképétől búcsúzunk. Nagyon fiatalon bizonyította, milyen nagy szíve van. Halála fájdalmat és szenvedést jelent a számunkra, élete azonban inspiráló és példaértékű marad. Helena emléke szívünkben örökké él. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szent lélekben hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon. Add, Urunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség. Kérünk téged, hallgass minket. Segítsd azokat, akiket szent fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetéseiket. Kérünk téged, hallgass minket. Ébresz elegendő számban hivatásokat az ige hirdetés magasztos feladatára. Kérünk téged, hallgass minket. Kelts föl közömbössé vált embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt. Kérünk téged, hallgass minket. Tedd gyümölcsözévé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hazánkban. Kérünk téged, hallgass minket. Add meg boldogító színednek látását Helenka vértanú testvérünknek, és add meg fiatal testvéreinknek, hogy az ő példájából erőt merítve tudjanak hitben, szeretetben élni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos atyánk, te fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését, add kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításoddal mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Yeah.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szentegyházra. Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kín halált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Van ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményeiben elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsáss őket szent színet látására. Könyörékeljünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága szűz Máriával, Szent Józseffel, az éj egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsétve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, minden. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletekben. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjövő a Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez, add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Mennyei Atyánk, szívesen fogadott híveid áldozatait,
amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyház javára. Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyek életében a magyar egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szívem és hazánkért, hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért, és a szent akaratoddal megegyezik, mi kívül magyar népeknek, hogy József bíboros szolgádat egyházi szentjei között tisztelhessük. Krisztus, ami Urunk. Kedves testvéreim, hirdetem nektek ezen a héten, kedden Róza Misztikára, szerdán Leleszi Szent Kamilra, csütörtökön Szent Bonaventúrára, pénteken Kármelhegyi Boldogasszonyra, szombaton Szent Zoárd András és Benedek Remetékre, vasárnap Szent Hedvigre emlékezünk a liturgiában. Most szombaton délután a falu ünnep rendezvénye keretében megkezdődtek a műsorok, és most a Szent Mise után áldjuk meg Helenkának az emléktábláját, és ott lesz a Szent Mise áldása is. A táborzárás is ez az alkalom. Kedden a Szent Mise Róza Misztika ünnepén 7 órakor lesz, előtte fél órával litánia, és a 13. imádsággal, kiskörmenettel is megemlékezünk a szűzanya tiszteletében és szeretetében, és kérjük az ő további segítségét. Turán 13-tól 16-ig lesz a missziós kereszt a templomban. Este 7 órakor vannak szentmisék, délelőtt 9 órától lehet imádsággal köszönteni a Szent Keresztet, amely az eukarisztikus kongresszusra készít elő bennünket, valószínűleg majd ide is el fog jutni. Szombaton a Szent Mise reggel 7 órakor lesz majd, és 25-én vasárnap a Szent Anna búcsú lesz a Lőrinci templomban 10 órakor. Az ünnepi szentmiséket közvetítjük online élőben a Plébánia Galgahévíz YouTube csatornán. Akik házasságot szeretnének kötni, jelentkezzenek a Plébánián, egyházi házasságkötésre készülnek. Varjú Norbert apja Varjú József, anyja Balázs Györgyi, Hévíz Györki nőtlen fia, aki eljegyezte Óvári Mónikát, apja Óvári Mihály, anyja Hajdú Anna Mária, galgahévízi hajadon leányát. Jóisten segítse őket a tervük megvalósításában. A Jóisten éltesse a születésnaposokat, névnaposokat, a házassági évfordulójokat, ünneplőket, és köszönetet és hálát mondok a főminisztránsoknak és a főminisztráns jelölteknek, akik a templomkert takarítását, rendben tartását vállalták. Megköszönjük a tábor vezetőinek, szervezőinek önzetlen segítségét, együttműködését, mindazoknak a munkáját, áldozatát, akik a tábor szervezésében és az ünnepség lebonyolításában részt vettek, a Jóisten fizesse meg áldásával ezt a szép összefogást és munkát. Most a záró könyörgés után kivonulunk az emléktáblához. Könyörögjünk, részesültünk ajándékaidban, Istenünk,
Kérve kérünk, valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösség szerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok mindenkinek! Egy szomorú, de mégis örömteli alkalommal gyűltünk itt össze, hiszen emlékezni fogunk egy olyan lányra, aki mindannyiunkban, akik ismerték őt, vagy ismertük őt, kellemes emlékeket ébreszt. És szeretnénk, hogyha mindig, amikor eljövünk itt a templom mellett, akkor újra és újra ráemlékeznénk Helena Kietz emléktáblájának avatását vagyunk most itt, erre gyűltünk most össze. Először is szeretnénk kérni Péli Lászlót, a Galvahéj Vízi Egyházközségi Tanács elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nem tudom, erre van az előre, próbálok erre is beszélni, és erre is, hogy senkinek ne legyek háttal. A Galgahévízi Egyházközség nevében tisztelettel köszöntöm nagy méltóságú Katarzyna Ratajczak Sova, a Lengyel Nagykövetség első beosztott politikai-gazdasági osztályvezetőjét, Mirek atyát, Kristóf atyát, a tisztelt egybegyűlteket, kedves vendégeinket. Különleges alkalom a mai, szomorú, mégis felemelő, örömteli. Egy fiatalon elhunyt Szalvatori János világi munkatárs emléktábláját avatjuk fel, ma fel, akinek itt lenne a helye ma is közöttünk. Éppen akkor, amikor a 2021. évi nyelvi tábor zárjuk. Nem így lett. Sőt, már nem is nyelvi tábor, hanem Helenka udvara. Hogy miért így lett? Arra csak a jó Isten tudja a választ. Azonban hitünk szerint okkal történt mindez, és azóta közben jár mindannyiunkért a mennyei atyánál. Ahogy Márk evangéliumában olvashatjuk, a betániai vacsora alkalmával, szegények mindig vannak veletek. Akkor tehettek velük jót, amikor akartok. Helenka meghallotta ezt a hívószót, és a többségi társadalommal ellentétben nem csak elvekben vallotta, hanem cselekedeteivel is. Jót tenni, másoknak adni, irgalmasságot gyakorolni jött Galgahévízre. Ment Temesvárra, Zambiába és végül Bolíviába is. A Biblia arra ösztönöz bennünket, hogy jó indítékból és önként adakozzunk. Ez nem csak annak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad. Jézus szerint nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez az emléktábla akkor nyeli el valódi értelmét, ha Helenka példáján keresztül ezt az üzenetet sugározza felénk. Akárhányszor csak elmegyünk előtte, jusson eszünkbe, hogy a napi gondjainkból kiszabadulva
igyekezzünk másokkal jót tenni, és ezáltal a saját gondjaink is jelentéktelenné válnak. Korábban is említettem már a sokat hallott közmondást, mely régen csak egy üres mondat volt, azonban a lengyel atyáknak, Kristóf atyának, Helenkának, az önkénteseknek hála sikerült, és nem csak számomra, hanem Galga Hévi szerte és Galga Mente szerte megtölteni tartalommal. Ez a mondat így hangzik, Polák Venged Vábratánki, Idoszábli Idoclánki. Ez a közmondás nem új keletű, a 16. századból ered, mely jól példázza a két nemzet történelmi barátságát. Nagy Lajos királytól kezdve, illetve az ő lányától, Szent Hedvigtől kezdve Bátor Istvánon át, Bem és Dembinszki tábornokokkal egészen Szent II. János pápáig sok jeles szemét sorolhatnánk, akik mélyítették a két nép közötti barátságot. A felsoroltakat történelemkönyveinkből ismerjük. A szerencsésebbek talán II. János Pállal személyesen is találkoztak. Azonban a galgahévíziek életében a lengyel atyák, Kristóf atya, Helenka tölti meg tartalommal ezt a közmondást. Dziękuję. Különösen nagy öröm számunkra, hogy ebbe a kicsiny Pest megyei községben részt vesz velünk ezen a megemlékezésen Leendő nagykövet helyettes asszony. Köszönet érte, köszönet mindenkinek, aki megtisztelte jelen eseményünket. Az egyházközség nevében kiemelt köszönetemet szeretném kifejezni az adományozó családnak. Isten fizesse meg! Végül, de korántsem utolsó sorban köszönjük a lengyel és magyar önkénteseknek az idei évi Helenka udvara tábor lebonyolítását, mely felejthetetlen emlékké vált a fiatalabb generáció életében. Dziękuję bardzo Helenko, dziękuję Polsko! Köszönjük szépen, most pedig szeretném kérni azokat a Mária lányokat és ministránsokat, akik ismerték Helenkát, hogy leplezzék le a táblát. Most pedig kérnénk Zahar Bélát, Galga Hévis plébánosát, hogy szentelje meg a táblát. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta, Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel.
Urunk Jézus Krisztus, Te elküldted apostolaidat az egész világra, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek és nemzetnek. Boldog Jordán Ferenc atyát arra indítottad, hogy a szalvatoriánus rend közreműködésével az örömhír nyitott fülekre, befogadó szívekre találjon, és ezáltal minél több ember megtalálja élete értelmét és boldogságát. Lelkes munkatársakat is választottál, hogy a Szentlélek tüzével és buzgóságával segítsék a fiatalokat és időseket, hogy életté váltsák az evangélium jó hírét, és biztos jövőt boldogságot nyerjenek általa. Így választottad ki Helena testvérünket is, aki itt kezdte el missziós küldetését egyházközségünkben, és életét adva vértanúság pálmáját nyert el tőled, Urunk. Hálatelt szívvel készítettük el ezt az emléktáblát Helenka testvérünk emlékezetére, hogy megköszönjük jóságodat, Istenünk, hogy lelkünk javát szolgáló testvéreinket küldted számunkra, hogy élőbb legyen a hitünk, biztosabb a reményünk, és hitelesebb legyen szeretetünk, mellyel megvallunk téged, Istenünket, az emberek előtt. Kérünk, áld meg ezt az emléktáblát, hogy aki erre rátekint, Helenka vértanúd emlékét, küldetését felidézi, megköszönve jóságodat, igazabb keresztényként éljen, és töltse be hivatását, Helenka testvérünknek add meg szentjei társaságában az örök boldogságot, és legyen része boldogító színed látásában. Amen. Most pedig felkérem Katarzyna Ratajczak Szovát, a lengyel nagykövetség első beosztott politikai-gazdasági osztályvezetőjét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt plébános úr, drogi księże Krzysztofie, księże Mirosławie, polscy wolontariusze, kedves minisztránsok, Mária lányok, kedves Golgohivízi közönség, kedves magyar barátaim! Nagy megható számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, a Helenák Mégy emlékére, az önök adományaiból készült emléktábla avatásán. Különleges a Golgohivízi egyházközönség. Község. Karában a Szalvátoriánus rend egyházközsége, ahol Helena is szolgált, megvalósítva a keresztényi elhivatását, az emberek és az Isten javára dolgozva. Helena nem lehet ma velünk. Halála mindnyájunk számára, családja, Lubjanzsi egyházközség és Lengyelország számára is hatalmas veszteség volt. Egy különleges személy volt, akik önök közül sokan ismerhettek, mivel sok szállal kötődött ehhez a helyhez. Itt dolgozott önkéntesként ezen a gyönyörű magyar földön, a magyar testvérek és barátok mellett veletek dolgozott. Örülök, hogy a templomunkban közösen imádkozhattam önökkel, megismerhettem önöket, és ez a különleges helyet, ahol Helenka dolgozott, mielőtt missziós útjára indult Zambiába és Dél-Amerikába. A saját nevemben, valamint a nagykövet úr nevében, a nagykövetség munkatársai és Lengyelország nevében, és köszönöm, hogy itt, Golgohivízen avatják fel Helena emléktábláját, ezzel is megőrizve a lengyel diáklány emlékét.
Elnézést, egy kicsit. Mert tényleg megható számomra, hogy itt lehetek önökkel. Élete példája adjon nekünk erőt a mindennapos életben, hogy mi is képesen legyünk a mi hétköznapi, néha akár szürke életeinkben is közelebb vinni az embereket Krisztushoz. Maradjon meg bennünk a hit, a remény és a szeretet. És még egyszer köszönöm minden. Köszönöm. 2012-ben, mikor Helena itt járt nálunk, Miklós Ján Kristóf volt a plébánosunk. Most őt kérnénk fel, hogy pár szóban méltassa Helenát, és emlékezzen rá. Dicsértessége Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves testvérek, nehéz mesélni a Helenkáról ilyen pillanatban, de próbálok pár mondatot mondani róla. Talán ezzel kellene kezdeni, hogyan alakult az a kapcsolat, hogy ide jöttek lengyel önkéntesek. 2011-ben nagy félelemmel fogadtunk első csoportot Lengyelországból. Hát próbára is emlékszem arra, hogy a tanárokkal, akikkel ültünk, és izgultunk, hogy na mi lesz, hogy jönnek el gyerekek erre a programra. Egyáltalán jön valaki, és megdöbentünk, hogy nagyon sokan jöttek, fiatalok, gyerekek részt vettek ebbe a programba. És következő évben, és akkor 2011-ben, akkor csak egy hetes programot próbára szerveztünk. Hát, ha bejön, akkor majd meglátjuk. És 2012-ben, amikor már jó tapasztalataink voltak, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor igen, meghívjuk a lengyel fiatalokat, a lengyel egyetemistákat ide Galgahivízre, de akkor emlékszem rá, hogy arról volt szó, és úgy terveztünk, hogy igen, két hétre meghívjuk őket, de ilyen ifjúsági tábort, napközis tábort csak egy hetet szálljunk rá. A másik hetet szándékoztunk, hogy kis fizikai munkát végezzünk itt a plébániánál, kis felújítást. És megdöbbentünk azon a csoporton, mert erre emlékszem, és emlékszem ezekre a gyerekekre, akik jöttek hozzám, csütörtökön, hogy sírva, hogy atya, nekik el kell menni haza, mert annyira jó programot csinálják, nem maradhatnak itt még egy heted legalább. És akkor mondtam nekik, így maradnak, mert így van tervezve, csak nekik más a tervük, mert még más munka lesz, és hát más terveztünk. De kezdtek írni, de maradjanak, csináljanak a programot, mi jövünk. Bajba voltam, mert nem tudtam, hogy lesz ötletük a programokra. Akkor ebédnél csütörtökön emlékszem, hogy mondtam, figyeljetek, hát megdöbbentem, de fiatalok akarnak, hogy még egy hetet csináljátok a programot. Bírjátok? Van ötletetek? Azonnal mondták, csináljuk. Akkor én mondom, a felújítás bárki elvégezhet a plébániánál. A fiatalok, a gyerekek, az emberek legfontosabb. És akkor így második hetet így spontán, és így kezdtek csinálni, és nagy benyomás maradt. És azóta itt vannak ezek a programok, és Lengyelországból is, központtól is tudom, hogy nagyon szívesen jönnek Magyarországra a fiatalok, akik akarnak ilyen missziós útra indulni, hogy tapasztalják azt, hogy más nyelvbe, más kultúrába keresztény is lehetek. Keresztény is lehetek, és megoszthatom a más emberekkel a hitemet. Ez nagyon fontos. És a Helenkától mi is azt tanulhatunk, és tanulunk továbbá, mert 2017-ben, január végén, amikor jött ez a megrendítő hír, hogy meghalt a missziós után, akkor sokan is kérdeztek, hogy miért. De amit elhangzott a templomban a prezentáció alatt, hogy tovább dolgozik, csak más helyről. És ezt tanulhatunk tőle, hogy kereszténynek lenni, katolikusodnak lenni, nem kell szomorkodni.
Sőt, vidám lehetek, élvezhetem az életet. Tényleg. És keresztény is lehetek. És jó példát is adhatom. Attól függetlenül hány éves vagyok. Fiatal, idősebb, felnőtt, tínédzser. Ezt a példát igyekezzünk követni Helenkától. És engedjétek meg, hogy rend nevében is megköszönöm. Elsősorban a plébános úrnak, Béla atyának, hogy továbbá is viszi ezeket a programokat, és nyitott a fiatalokra, és fogadja a következő csoportot, fogadta a következő csoportot, reméljük is következőt fog továbbá is fogadni a következő években. Minden egyház tanács tagoknak, minden tanárnak, akik támogatták ezt a művet és segítettek 11 óta ezekbe a programokban, minden fiatalt, akik már ők is missziós önkéntesek lettek Golgohízen, és nem csak. Úgyhogy mindenkinek, akik ezt a tábort, ezt a ünnepséget megszervezte, az adományozó családoknak, emléktábla adományozó családoknak köszönöm szépen, és mindenkinek, aki bármely munkával, adományjal hozzájárult, hogy itt találkoztunk mai napon, Isten fizesse meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most pedig kérem Mészáros Zsolt egyház tanácstagot, hogy szóljon pár szót. Tisztelt egybegyűltek! Szeretettel köszöntök én is mindenkit Galgahévízi egyház tanácstagok nevében. Köszöntöm a Galgahévízi és lengyel barátainkat. Engedjék meg, hogy egy pár szóban a egyházközség nevében megemlékezzünk is. Egy lengyel lány Galgahévízen. Egy lengyel lány. Semmi különös céllal, mint hogy új barátokat, kapcsolatokat teremtsen, és hogy tiszta, őszinte gondolatait megossza magyarországi gyermektársaival. Későbbi munkássága egy keresztény ember számára igen egyszerű cél körül fogatott. Elvinni a Szentlélek gondviselő erejét olyan távoli országokba, földrészekre, ahol éppen azt nem nagyon tudják megérezni. Missziós munkássága elvitte azokra a helyekre, amit célként tűzött ki maga elé, és így Jézus Krisztus mondatát követve végezhette munkáját. Engedjétek hozzá a gyerekeket. Egy szülő, egy nagyszülő, egy tanárember legnagyobb öröme az életbe, amikor gyermekére, tanítványára annyit mondhat csak, büszke vagyok rád. Hiszen egy gyermek, mikor szalad haza, boldogan mutatja az ellenőrzőjét. Most apa, most anya, most büszke lehetsz rám, vagy a tanárnak, ki azt mondja, hogy hú, de jót csináltad most, fiam. Most tényleg büszke vagyok rád. Nem volt ezzel másképp a jó Isten se. Csak ennyit mondott, büszke vagyok rád, Helenka. És azon a sajnálatos, tragikus éjszakán, amikor pont ő nem érezhette a Szentlélek gondviselő erejét, a jó Isten egy új cél tűzött ki számára. Egy lengyel lány újra Galgahévízen. A mai nap bizonyíték arra, hogy munkássága nem ért véget, és így elmondhatjuk mi is galgahévíziek. Büszkék vagyunk rá, Helenka. Köszönöm szépen. Az emléktábla avatás végén fogadjuk az áldást, majd egy ének után meg lehet tekinteni közelről is a táblát. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. На ним сенте ресидвен, зрок масмутне затроскане, як би хчала просить тебе, бич матчиною опєр.